A két csapat miskolci mérkőzésén január végén egy ponttal nyert a Nyíregyháza, így szoros meccsre lehetett számítani. Az első negyedben ehhez képest 10 ponttal többet szerzett ellenfelénél az NKS, sőt a második 10 percben egy ponttal növelni is tudta előnyét a kosársuli. Fordulás után zárkózni kezdett a DVTK, és a záró játékrész kezdetekor már csak 4 pont volt a különbség a két csapat között. A hazaiak azonban megállították a diósgyőrieket, és végül 9 pontos sikerrel zárták a forduló rangadóját. Úgy gondolom, hogy ezek a lányok maximálisan megtettek mindent annak érdekében, hogy győzelem legyen. Küzdöttünk, hajtottunk, próbáltunk mindenféle szempontból felülnőni az ellenfél. Az volt szerintem a szerencse, hogy az első perctől kezdve mi vezettünk. És ezt a vezetést soha nem engedtük ki a kezünkből. Tehát volt, amikor közelebb tudott jönni a Diósgyőr csapata, volt, amikor már csak 4 pont volt közte, akkor egy kicsikét ugyan egyszesnek tűnt a dolog, hogy ugyan már mi lesz a későbbiekben, de mindig volt a csapatban valaki, aki ezen átlendítette a többieket, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy egy csapategységben, egy jól küzdő, jól szellemben kosárlabdázó csapat voltunk, akinek sikerült a Diósgyőr csapatát legyőzni. Én úgy gondolom, hogy ők is megtettek mindent a cél érdekében, tehát egy nagyon jó mérkőzés volt, aki kint volt, az láthatta, hogy mind a két csapat azért próbált mindenféle fajta repertoárt elővenni, és azzal meglepni az ellenfelet, ez most nekünk sikerült jobban. A zöld csoport tabelláját az MTK TFS-e vezeti 12 győzelemmel és egy vereséggel a 10-3-as mutatóval rendelkező nyíregyházi kosársuli előtt. Az NKS-t egyaránt 9 győzelemmel és 4 vereséggel követi a DVTK U23 és a Vasas Akadémia 2. Az alapszakasz zárása után csoportonként két csapat kerül a rájátszásba. Azon fog múlni a dolog, hogy az MTK és a Vasas például milyen mérkőzést fog játszani. Tehát nekünk a Diósgyőrrel szemben előnyünk van, mert a Diósgyőr elleni mérkőzésünk mind a kettőt megnyertük. Tehát, hogyha ugyanannyi lesz a győzelem és a vereség arányunk, akkor mi vagyunk előnyben. Viszont, hogyha a Vasas fog ugyanebben a helyzetbe bekerülni, akkor viszont hátrányban vagyunk, mert sajnos mi a Vasastól mind a két mérkőzésen kikaptunk. Tehát itt innentől kezdve, itt nekünk ugye azt kell néznünk mindenféleképpen, hogy az MTK megverje a Vasast, és ha lehet, akkor a Diósgyőr is megverje a Vasast. És innentől kezdve az már, hogy mi az MTK-val mit fogunk játszani, az már egy másodlagos kérdés lesz. Ettől függetlenül azért még nekünk van egy Zsíros Akadémia és egy Debrecen mérkőzésünk, amit mindenféleképpen hoznunk kell ahhoz, hogy ezt a második helyet meg tudjuk tartani. A tabella 7. helyén álló Zsíros Akadémia Kőbánya otthonában vasárnapi pályára nyíregyházi kosársuli.